Az iskola minden diákja büszke volt rá, hogy elérkezett a szalagavató napja. Valami elképesztően jó érzés végre, megkapom ezt a szalagot, és mikor 9-be idejöttem, úgy voltam, hogy úristen, még négy teljes évet kell itt még lehúzni, gyakorlatra járni 11-től kezdve, akkor tanulni gőzerővel, és most úgy vagyok vele, hogy jó ide járni, és nem szeretném abba hagyni, és megyek tovább érettségi, ilyesmik. Osztálytársa Anett is hasonlóan érez. Elárulta, felejthetetlenek számára az itt töltött évek, sajnálja, hogy már vége, viszont az ő terve is az, hogy leérettségizik. 2 évig ugye nem szakmán voltunk, hanem sima szakközéposztályban. Az osztály nem volt ennyire összetartó, de úgy érzem, hogy hiába, hogy külön ugye pékek meg eladók, ez az osztály valahogy összetartóbb szerintem. Azonban nem ez az egyetlen osztály, akinek maradandó élményei vannak. A 12. C-s Dominika elmondta, nagyon szeretett a diszibe járni, ezért lehet, hogy a szakvizsgák után az intézményben folytatja tanulmányait. A nagynapon is együtt izgultak. Jelenleg is majd kiugrik a szívem a helyéről, nagyon izgulok. Hát kicsit hiányozni fog az iskola, hogyha mégsem maradnék itt. Hát izgulunk mindannyian az egész osztály. Majd elérkezett a pillanat, elkezdődött a ceremónia. Tóth Zsolt, az intézmény igazgatója, életre szóló tanácsokkal látta el a végzősöket. A feltűzendő szavak arra figyelmeztet, hogy ne hagyjátok magatokat. Ti irányítsátok sorsotokat. Pár perccel később minden 12-es diákra feltűzték a szalagot. A tanulók közben felismerték, a szalag tényleg összeköti őket, hiszen az együtt töltött diákéveket sosem felejtik el, de ugyanakkor szétválaszt, életük más-más úton folytatódik tovább. Az ünnepi pillanatok után felszabadult, vidám hangulatban telt az est. Az iskola tanulói előadták a Szép nyári nap című musical átdolgozását, majd Bécsi Keringővel és Rokival folytatódott a bál.